Jó reggelt! Megindítjuk a napot. Kis húsikával és szemvicset oda dobunk. Aztán megnézzük a Szobi vonattal, megnézzük a Helembai hegyes oldalt, és onnan támadjuk meg a Börzsönyt majd. Csináltam egy kis kaját. Letéptem a combokból. Kis kiflibe. Nyomok egy turmixot. Természetesen a kihagyhatatlan turmix, amivel működünk. Alap természetesen kell fel ugyanúgy, ahogy szokott. Ott, de még nem kelt fel. Tehát mondhatjuk, hogy minden sinem van. Hajrá. Reméljük el a Viktor. Ha nem, akkor. Jó, készülődés. Van a kentérés. 6 óra 3, 6.33-kor indul a vonat. 6.10-kor el kell indulnom, hogy 6.20-ra ott legyek. Sziasztok, Mika! Indulunk! Hát ilyen egy gyönyörű reggel. Itthon végre. Jó, abban a csis jó volt, de hát... Na, itthon vagyunk, tehát végig itthon vagyunk. Fölpattanunk a vonatra. Elmegyünk Szobra. És onnan hajrá! Utána lehet megint helybe bohóckodni. Hát az látod, hogy nem lehet elkésni. Tja. Viktor? Én mindenkit szentítok. Viktor? Hát kell, hogy jöjj, azt mondta, hogy nem áll nyugi. Apukám, hogy hívják a csiguszt? Ja. Tekergő, bazd. Saját csigánk van már, hallod? Saját csibuszunk van, tekergő. Itt a vonat, Viktor? Sehol, bazd meg. Körbenézünk, sehol. A tápos csávó nem jött. Mehetünk nélkül. Indulás. Szóval. Mindenképp nagy kört csinálom, persze. Hát nem csinálom, balra megyünk. És van egy gyönyörű Ipoly hídunk policével. Jó reggelt! És már külföld ériában is vagyunk. Ennyi. A csalános. Szlovák erdőséget megtámadjuk. Vagy magyar. Hajrá. Ugye, hogy szép? Aha. Szép kis erdőjük van nekik. Nagyon jó, kábáltak út. Igen, út is lassza. Egy kis helembai dombságos. Ki van táblázva frankon. Víz az van, ez itt ott. Egy komoly völgyöt lentött le. Ott most nem akarnám áttolni a bringát. Van itt vízhozatal, akkor itt is. Kicsi jobbra-balra lesz szerintem. Itt van. Eljövünk jobbra, és akkor itt elmegyünk balra ide. Igen, a tisztás az tisztás, biztos. És onnan meg ki tudunk menni arra, majd balra, erre. Egyenesen. Nem erre, egyenesen, itt fel. Ide. Arra fel, ahol. Ah. Jó, akkor azt vettem, oké. Jó, van, csak onnan a videóba beledobnak. Ja.
ki fogunk jutni, ne? Direkt nem fékeztem nagyot, csak megláttam, hogy ki lehet túlpontot. Nincs itt a Viktor, amikor van egy pad. Na hát kérem. Hát ezért jöttünk ide. Na hát az jó, köszönöm. Hát akkor ezért jöttünk ide. Köszöntöm szépen. Csinálok egy teli képet, mert optikán pont volt egy sár. Mindjárt. Ez szép volt. Jó ez. Hát egy gyönyörű. 55. Köszönjük! Hello! Tessék, a jó emberek reggel kirándulgatnak. Ki kutyával, ki kocsival, ki bringával. Jöjj, nem is csak oda megy, köt meg, Csáni! Lehet, hogy meg akarom csinálni, csak ezt is. Jöjj, ezt is. Hazajöttünk. Innen még nem támadtuk a Börzsönyt, de most megtámadjuk innen Letkés felé. Hogy mi lesz belőle, azt nem tudom. Félnünk kell, vagy nem? Nem kell félni. Akkor szavaztok. Köszi! Hello! Az a baj, hogy sajnálnám leszúrni őket, tudod? Hát kés nélkül nem meg sehova. És hogy ilyen kutyákat leszúrni, az egész nekem is fájna. Úgy sajnál. Várjál, megnézzük már.
Fotó. Igen. Gondoltam, meg akarok levegőt venni. Hallod, rohadt köves, nem? Jó, ez az út meg gazos, nem látni szarcsa, viszont így nincs sár. Tehát mindennek van előnye, meg hátránya. Viszont alig lehetett megtalálni ezt az utat. És megy felfelé. Hát leegyegységem. Komoly. Nagyon szép innen. Letkés felől. Kék kereszt. Útvonal. Ajjajjaj. Nem mondom, hogy nagy sáron, de akad. Nyomokban sarat tartalmaz. Nincs mese, sár van, ja. Közel vannak az utaktól, az a baj, most látod. Olyan vicces ez az út. Túrázós. Rázós, túrázós. Jó. Jönnek a bögök rendesen. Igen. Dolgozik a gumi. Tehát majd egy jó kis kirákás. Ha? Félszemmel vakon. Ó, hát igen. Na, ezt az oldalt még sosem láttam. Az igen. A magam mulatságának, hisz eleget élek másnak. Baby.
Várj. Igen, még egy kicsit azt hívja, hogy egyenesen. Már felét megtettük most itt. Ez a pár, tehát ez az a... Hát igen, ez ugyanaz. Jó, azt a kurva. Az igen. Mit bír ki a váltó, aki bírja? Mit? Annak idején legurult a hegyben, milyen durva. Komoly. Ennyi, már rajta is vagyunk, azon csak 10 méter. Mennyi? Hát ilyen. SOS csinálja ez a nagy eső. Csak vigyázni kell a felálló ága, még nem csak kövekkel, az ágakkal. Nol, várjál, meg kell nézni, azt csak nincs több kezem, bazd meg. Azt a kezd. Olyan, mint egy patakon mennék le, bazd meg. Zenél a küllő. Igen, meg lefelé, és el fog kanyarodni balra. Fog kanyarodni balra az úr. Amúgy ez egy kurva jó út lenne, ha meg kitakarítanak. Nem a kövektől, a fáktól. Közelítsd meg a lényt. Simogasd meg. Regenként. Hát... Mi? Melyik az eleje? Melyik a hát? Ja, ez az figyelj, hogyha ez egy... Itt a szemgödő, nem? Ha ez egy... Ja, kopanya, ha ez egy csigoly, akkor nagy bajban vagyunk. Azt akkor... Hát így van. Azt akkor... Hát nem. Semmi drámai nem történik. Megyünk, ahogy szoktunk. Mert az út, az ott van lent. Az lenne. Csak... Kicsit megmakkant az út, ahogy így visszanézzük. Ezért maradunk a... Itt viszont annyi törmelék van, mert ugye régen bejöttek az öregek takarítani, de már nem lehet, mert ezt már nem szedik. Régen összeszedték, meg a fiatalokat beküldték, nem 11-kor keltek fel a fiatalok, ezt ugatom mindig. De ha nem lenne tűzifád, meg pénzed, gázra, akkor összeszednéd, nem a tévét néznéd, meg a PlayStation-t nyomnád, érted? Azért ezt nem felejtsük el. Dolgozok valahol, bazdmeg, és a 17 éves hallott 11-kor kell föl. Akkor miről beszélünk? Mennyi, és majd lesz egy eskanyal jobbra. Balra jobbra. De! Mennyi. Balra. Annyi út van, annyi út van egy helyen, hallott, hogy egyszer nem látom, hogy ne. Sziasztok! Hát Viktor, bánhatod, hogy nem jöttél. Olyan úton vagyunk, ahol nem is láttuk még mi se, oda néz. Ez nagy Börzsöny felől jön, meg a tökön oda néz. Azt a mindenki. Hát ez a
parádé ez az út Krisztián szavaival érve. Érve, oda nézhetek. Egyszerűen kész. Gyönyörű. Minden van. Erdő, fa, kidőlt fák, aszfalt, kő, murva. Minden van benne. Ügyes a tervezőprogram. Ez a természetjáró. Mind a görögöknél lenné még, látod? Na, tehát vége van az aszfalt, meg egy kicsit tovább mentünk, mert túl jó dolgunk volt, de mutatja, hogy... Lelkesek voltunk. Igen, nagyon lelkesek voltunk. Itt jobbra le kell menni valahol. Itt szűnik meg a mi világunk valahol. Na, pislogjunk egyet. Keresse egy jobbra leutat. Itt van, baszki, itt a kék. Azt a kurva életit. Jó lesz. Na, mondhatod, hogy figyelj, a jó, minden jó után... Jövök. Lépcsőfokok vannak. Ja, baszki. Tényleg, milyen fura, hallod? Nem is veszed észre az aszfaltról, csak itt száguldoz, és itt jövünk mi. Na, hajrá! Mi a tököm van itt? Lehet, hogy mindjárt egybe fejre is állok, bazd meg. Ebben legyen a talpának, ezt észre azt a kis ösvényt. Vigyázz, mert végig lépcső van. Parádénak parádé, csak azt nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Oj, bazdő, várj, a vasúti sín van itt, öcsém. Várj, mert sín van. Mi a faszom? Hol vagyunk? Várj, ez hol vett? Vigyázz, mert sín van. Az igen. De pont itt van most. Nem semmi, hogy mik vannak, hallod? Na, menjünk tovább. Oh. Lépcső. Igen, ezt kéne gyakorolnom. Ezeket a kanyarokat. De hát nem vagyok én olyan májjel. Beszélés. Apot, hello. Hol vagyunk? Kék háromszer. Emelkedik. A Vilinguci. Épp akkor. Nagyon kíváncsi ez. Itt a teteje, gyere! Előre kellett ülnöm már középcsőre. Hátrabuktál? Mi? Hátrabuktál, mi? Hát akart, de alatt a kő, épp hogy kikerültem a követ, de föltekeltem. Aha, ipp, ippek vagy. Aha. Nem jön föl? Így. Nem akart olyan. Nincsen már tapadásos a hátsó gumi. Fárasztok tolni, mint tekerni? Nem. Nem. Nem, van magmód. Ja, nyomtad neki. Hát igaz.
Ez ide van nőve, nem vitás. Azt szeretem ezekben a túlélezésekben, ez a sárga háromszögben is, hogy így visszanézel be, az meg szerintem itt nem jött senki rajtunk ki, már x ide. Ha? Aki meg kitalálta ezeket a lámpákat, be aznak, hogy a gumiba bele van csavarva valami, mert minden gyors legyen, és egyszer a kurva anyját, hogy leesik minden, és arra kell figyelni. Na szóval, itt szerintem jó, de mindjárt lesz egy kilátási pont, elvileg majd kiderül, milyen lesz. Én itt lihegek, amikor azt hallom a fülembe, hogy nem szégyen feladni. Kérem, sajnálom! Kérem, sajnálom, érti? Többé nem teszek ilyet! A bocsánat kéréssel már elkéstél. Mi történt? Mi történt a csapattal? Miket beszél? Inkább meghalunk. Föl nem adjuk. Soha. Itt hagyjuk a bringákat, mert kicsit magas a levegő, páratartalom. Nem gyújjálunk, mint Szandai várna. Ja. Na itt hagyjuk, és akkor menjünk tovább gyalog. Már nem tudjuk, hogy mi a pöcs van itt, de azt mondta, tervezünk, hogy erre jöjjünk. Az meg én vagyok. Felérkeztünk a célra? Elvileg igen. Mit látunk? Fákat. Nagyon jó. Hol vagyunk? Hegytetőn. És az erdőbe, tehát ez normális. Följöttünk, rohadjunk meg, de mehetünk is, nincs semmi, úgy benőtte mindent, hogy... A küldetés teljesítve, tovább vissza a bingákhoz. Ez a legjobb a világon gurulni. Na és most vagyunk az utunkon elvileg. Újra. Állat nagyon. Szép kis patak. Hello. Jobbra vagy balra? Aha. Ajajajaj. Ahol a pöcsben voltál? Gyalog túráztál? Igen. Aj, baszki. Eltélelni egyszer se tévedtünk el, csak tudod. Bíztam benne, hogy nem ez az út lesz, az bazd meg. Aha, jó. Szuper. Sziasztok! Ja.
direkt oda vannak, tisztán látszik végig. Nem tudod, hogy végig az ága keresztbe vannak téve? Végig itt is, 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 mindenhol keresztbe vannak téve az ágak. Itt, ide, ide, ez le van téve, ide, ez van betéve. Oda meg az. Fényünk kis patakja kiszáradt, csak foltóban van benne víz. Csákolmákkal. Jó, jó volt, fasza volt, nem? Ha? Van még ott, mint megismerünk a Börzsöny túloldán. Van bőven. Jó van, na pákó, majd írok hazaértem. Csövez. Na még egy kis dombot azért bevállalunk. Még egy kilátópont. Aranyos kút. Egész aranyos, nem? Na. Haza. Na, húzzunk haza. Kösz, hogy jössz. Jön egy látszfő össze, komolyan mondom már, levágni ezeket. A padot akarom egy éve már megcsinálni, de most már rá fogok állni. Hú, hajrá! 13%-on vagyok, utolsó domb, elvileg még kitartunk. Valam akkor tolunk, mert ez nagyon mered, mint látod. Azért már kezd az embernek ilyenkor hányigere lenni a melegtől, az egésztől. Ilyenkor egy kicsit unod, de azt hiszem, hogy 80 km körül járok, vagy 90, és 1500-as szint biztos megvan, 1700. Hú, basszus, még egy-két nap aztán. Azt. Innen már csak a le. Már fotót sincs kezem csinálni. Azért elfáttam.
és ugratottak.